nekem ne kezdjük el minden egyes torna előtt, selejtező torna előtt, hogy igen, most megcsináljuk. Minden egyes embert hülyének nézzük, és elmondjuk, hogy igen, most meg fogjuk csinálni, meg most meg fogjuk csinálni, és ez megy 20 éve. 20 éve nem neveltünk ki egyetlen egy darab tehetséget sem. Itt egy olyan szakmai tudással rendelkező edzőre van szükség, aki reggeltől estig a fejünkbe veri kőkeményen a profi focinak az elvárásait. És akkor lehet keresgélni, hogy itthon hol van olyan edző, aki valamit is Európában lerakott az asztalra. Ez az az emlékezetes nyilatkozat, amiben Szalai Ádám a hollandok elleni 8-1-es vereség után éles kritikát fogalmazott meg a magyar labdarúgásról, az utánpótlás nevelésről és az edzőkről. Az akkori éles bírálatra a Győri Eto vezetőedzője Pintér Attila elsők között reagált és kikérte magának Szalai Ádám kritikáját. Úgy láttuk, hogy a rendkívül rövid idő miatt, hiszen szeptemberben más elejtezőket játszunk, egy ütőképes csapatot összeválogatni, felkészíteni, csak egy jól képzett magyar edzőnek van esélye. Érdekes fordulatot vett kettejük viszonya, amikor Pintért decemberben szövetségi kapitánynak nevezték ki. Mindketten nyilatkoztak, de érezhetően feszült volt a viszony köztük. Az emlékezetes, azóta már szállóigévé vált urazós nyilatkozatok ekkor láttak napvilágot. Tavaly kevés mérkőzést játszott az Ádám, és én úgy ítélem meg, hogy ahhoz a játékrendszerhöz, ahhoz a stratégiához, amit most az északírek ellen elterveztünk, ahhoz a játékosok ebben a 28-ban az ő posztján itt vannak. Tehát jelen pillanatban az Ádámmal ezerre a mérkőzésre ezért nem számolunk. Ezt már hétfőn mondta Pintér Attila Telkiben az északírek elleni meccsre készülő válogatott hivatalos sajtótájékoztatóján. Szavaiból arra lehet következtetni, hogy ugyan eddig egyszer sem hívta be Szalait a válogatottba, a későbbiekben számít rá. Azt pedig Dzsudzsák Balázs is elismerte ugyanezen a sajtótájékoztatón, hogy Szalaira szüksége van a válogatottnak. Szala mindenféleképpen hiányzik, úgyhogy ez mindenkinek, sőt most ebben a szempontból a kapitánynak a szíve jog eldönteni, hogy kikerül ebbe a keretbe. Mi hiányoljuk, úgyhogy nagyon remélem, hogy majd ő is itt lesz hamarosan köztünk. A nyáron a Schalke-től a Hoffenheimbe szerződő csatár sokáig nem hagyott nyitott kérdést. Csütörtök délután Facebook oldalán jelentette be, hogy ameddig Pintér Attila szövetségi kapitány, addig ő nem játszik a válogatottban. A közlemény lezárt egy fejezetet, igaz, ez nem egy megnyugtató végszó. Nem lep meg, tulajdonképpen várni is lehetett, vagy legalábbis azt lehetett várni, hogy ez a feszültség valahogy feloldódik. Vagy úgy, hogy Pintér Attila mondja azt, hogy nem számít Szalaira, amit eddig nem mondott ki, és nyilván nem is akart, mert ez egy nehezen véthető dolog, szakmailag. Vagy Szalai mondja azt, hogy neki elege van abból, hogy nem hívják meg a keretbe úgyis, hogy az egyik legértékesebb magyar játékos, és lemondja a válogatottságot, mint ahogy ez is történt most. Olyan helyzetben van a magyar futball, hogy mindenkinek össze kéne fogni, mindenkinek tanulni kell, és mindenkinek össze kéne fogni. És hogyha innen nézzük, akkor Szalai Ádámra feltétlenül szüksége van a magyar labdarúgó válogatottnak. Azt lehet mondani, hogy minden szövetségi kapitánynak, minden szakvezetőnek joga van eldönteni, hogy kivel vagy kikkel dolgozik együtt, de úgy néz ki, hogy ez a kapcsolat mint egy hamvába holt már azelőtt, hogy elkezdődhetett volna. Szerintem ez senkinek nem jobb így. Az más kérdés, hogy ez már állandó program a válogatottban. Ugye ezelőtt Huszti mondta le a válogatottságot, Huszti előtt Gera mondta le a válogatottságot, Gera előtt Huszti mondta le a válogatottságot. Úgy látszik, hogy minden kapitánynak van egy olyan konfliktusa, amit nem tud megoldani. Szalai Ádám nyilatkozata után egy órával a magyar válogatott szövetségi kapitánya Pintér Attila helyszínen nézte meg az U21-es válogatott spanyolok elleni EB-selejtező mérkőzését, de nyilatkozni nem kívánt az ügyben. Szintén ott volt a meccsen Csányi Sándor az MLS elnöke, aki az NSO TV helyszíni munkatársának sajtósán keresztül reagált Szalai bejelentésére, mely szerint az MLS vezetése szövetségi kapitányt választ, nem válogatott keretet, vagy nem kezdő csapatot. Ehhez az elfhez tartjuk magunkat, és elfogadjuk a kapitány válogatási elveit. Ez Szalai Ádám esetében is így volt.